köszöntöm mindazon kedves nézőinket, akik most kapcsolódnak adásunkba. Önök a Terézvárosi magazint látják, azon belül az önkormányzati perceket, és a harmadik témához értünk, hiszen nem csak az iskolába, hanem a zeneiskolába is érdemes gondolkodni egy kicsit. Hova, milyen hangszerre vigyük a gyerekeket, mikortól érdemes zeneiskolába járni, és egyáltalán kiknek ajánlott mindez? Avatott szakértők a stúdió vendégei, zenetanárok, tisztelettel köszöntöm Önöket, Ásné Szili Éva, hegedűtanár és Kohán István, klarinét tanár a vendégeim. Most az elmúlt időszakban a tanárokat csak akkor, vagy a tanárok csak akkor szoktak jönni, amikor valami kimagasló eredményt értek el a diákok, hát így már évivel sokszor találkoztuk, de hát Istvánt is meghívhattuk volna, hiszen az ön tanítványa is azt hiszem, hogy letették már a névjegyüket a művészek parentája között. Azonban most ugye arról van szó, hogy a zeneiskolai beiratkozások is meg fognak kezdődni az évközi iskolai beiratkozások mellett. Nos, mikortól érdemes egy gyermeknek zenét tanulni? Hát én azt gondolom, hogy pont jól lettünk összeválogatva az évivel, mert ugye egy vonós van és egy fúvós. Nyilvánvaló szerintem a vonósokról az Évi majd mesél, de szerintem már óvodáskortól bármikor el lehet. A fúvósok egy kicsit később, tehát ahhoz kell egy testi fejlettség, egy testi érettség, egy levegőkapacitás. Tehát én azt gondolom, hogy a fúvósok azok olyan 10-12 éves kor között az a reális, de most már nagyon nagy divat, hogy egyre korábban hozzák a gyerekeket, hogy minél hamarabb megtanuljanak, minél jobban játszani a hangszeren. Tehát ez egy ilyen, ez már a 21. század fele, tehát kicsit sürgetve vannak a gyerekek. Ez érdekes egyébként, mert a sportban is, ugye régebben az olimpiai bajnokok, mondjuk most Kereti Éva a 95. születésnapját ünnepeltük, és ő 16 évesen még nem tornászott, és 5 olimpiai aranyérmet nyert. Most, hogyha 15 éves, 16 évesen kezden el tornázni valaki, akkor lassan már kiöregszik, hiszen 4-5 éves korban már hihetetlen produkciókra képesek a gyerek. Tehát ezek szerint a zene tanulás is tolódik visszafelé, tehát minél kisebb korban kell a gyermekeket a zenével megismertetni? Hát ez olyannyira működik most, hogy hát olvasni lehet is szerintem az interneten, és számtalan jele van, hogy hol foglalkoznak, nem óvodás, csecsemőkorú gyerekeket is elvisznek zenés foglalkozásokra, hogy érje őket valamilyen hatás, és az óvodáskorú gyerekeknek pedig kifejezetten szerveznek dalos játék foglalkozásokat a legkülönbözőbb helyen, ahol mindig bekerül valamilyen hangszer is nagyon helyesen, és hát ez motiválja a gyerekeket, és van, akinek valamelyik hangszer megtetszik, és akkor természetesen melyik az a szülő, amelyik nem akarja megkeresni azt a csatornát, ahol azt a hangszert a gyerek kezébe lehet adni. Tehát ez így indul, igen. Bocsánat, csak annyit még talán ezt kiegészítve, hogy igazából a legkorábban felfedezhető tehetség az a zenei tehetség. Tehát mindent megelőz. Tehát akár már egy csecsemő is képes arra, hogy ritmikusan mozog, vagy megnyugszik egy zene hallatára. Tehát a legkorábban már a szülő szembesül azzal, hogy adottsága van a gyereknek valamiféleképpen a zene fele. Az összes többi az csak később jön. Tehát egyébként ez egy érdekes dolog, hogy ugye híres prímások vagy zenész dinasztiáknál megfigyelhető, hogy a gyerekek sokszor előbb hegedülnek, zongoráznak jól, mielőtt olvasni vagy írni tudnának. Hát nem tudom, hogy a fúvósoknál ez mennyire lehetséges, hiszen említette, hogy ugye a légzőszerv az nem fejlődik annyira ki még olyan kisgyerekkorban. Egyébként melyik az a hangszer? Most a furulyán kívül, mert azt gondolom egy általános hangszer mindenki számára, amit egyébként jó, hogyha gyakorol és hogyha a kezébe vesz. Melyik az a fúvós hangszer, amit a legkorábban érdemes elkezdeni? Hát a furulyánál maradnék. Tehát azt gondolom, a furulya, mert minden más hangszernek azért azt gondolom, hogy egy komolyabb fejlettségi szint kell már a gyerekeknél. De ugyanakkor meg tagadhatatlan, hogy találkoztam már olyan másodikos, tehát ilyen 8 éves kisfiú, akit olyan adottságú volt, hogy meg tudta fognál. Én is 9 évesen kezdtem, mert én voltam a legnagyobb darab gyerek az osztályban, és akkor na, te majd klarnétozol, úgyhogy én például így kerültem a klarnétra. De van olyan 6-7-es gyerek, aki 13-14 éves, aki egyszerűen még olyan fizikailag nincs meg. Tehát igazából ez egy alkat kérdése is. Szóval.
Nem véletlenül, hogy arról beszélgetünk, hogy mikor érdemes elkezdeni a zenei oktatását és nevelését a gyerekeknek, hiszen ehhez nagyon sok képesség kell. Tehát az, hogy a gyerekben van-e valami zenei érzék, hajlam, az kiderül. Na de hát nagyon sok minden másnak is meg kell felelni ahhoz, hogy aztán utána később egy élvezhető hangszeres játékkal tudjon rendelkezni, hiszen nem mindenkit művésznek nevelünk, de a zenei nevelés pontosan azért lényeges, vagy a zenei műveltség, mert azáltal az ember egy kicsit szélesebb látókörű lesz, egy kicsit emocionálisabb, egy kicsit értékesebb emberé válik, legalábbis én így gondolom. Igen, az biztos, hogy nem mindenkit művésznek nevelünk, de ahhoz, hogy öröme legyen a zenélésben, és örömet tudjon adni a környezetének, azért bizonyos eszközök elsajátítására, a hangszer megszólaltatásához szükség van. És ezeket az eszközöket lehet játékosan elkezdeni, mondjuk a hegedűből egész korán, és egész kicsi hegedű is létezik, tehát innen van az, hogy ezek a bizonyos cigán dinasztiák hamar gyerek kezébe adnak egy hegedűt, mert tudják jól, hogy annak a tapogatása, a pengetéssel való megszólaltatása, és még az se baj, hogy egy kicsit a vonalban cincog rajta, tehát ezek mind előre viszik majd a dolgot, hisz minden így kezdődik, és ezt azt hiszem, hogy nem kellene ennyire elválasztani, hogy most eldönteni 6 éves korban, vagy 7 éves korban, hogy most művészként akarja a család a gyereket nevelni, vagy pedig csak műkedvelőként. Lényeg az, hogy egy bizonyos fajta koncentrálásra, befelé figyelésre, a dolgok rendszerezésére a zenetanulás az nagyon támogatja az iskolai oktatást. Erről sajnos keveset beszélünk, hogy nem csak arról van szó, hogy koncerteken fellép és tetszik a nagyszülőknek, vagy tetszik, hanem nagyon-nagyon serkenti a gyerekeknek a szellemi fejlődését a zenetanulás. Hát mindenféle szempontból egészen másfajta agyi munkát feltételez. És koordinációt. Igen. Így van, hát egy összhangzatlan a legkeményebb matematika. Igen. Én szerintem, tehát van, aki egyáltalán nem képes rá, és hát a szolfézsról is egy picit fogunk beszélgetni. Nos, ugye adott a Tóth Aládár zeneiskola, ami egy tehetségpont. A legnagyobb hagyományokkal rendelkező zeneiskola, kiváló zenepedagógusokkal, és nagyon sok lehetőséggel. Szerintem most fussunk végig, hogy milyen tanszakok vannak, és minden tanszak mellett legalább egy 2-3 gondolat erejéig beszéljünk arról, hogy mikortól érdemes azt a hangszert választani, mikor érdemes azt a hangszert második hangszernek választani. Tehát most itt tegyük föl, nagybőgőzni valószínűleg nem fog egy elsős gyerek, tehát azt mondjuk, hogy ha hegedült, vagy csellózott előtte, akkor van valami affinitása. Ha abban nem volt olyan tehetséges, de szeretne egy zenekarban játszani, és az örömzenét megtapasztalni, akkor önnek a gyereknek már 7.-8. korában esetleg érdemes elmenni nagybőgőzni. Tehát valahogy így gondoltam, de hát önök a szakemberek ebben, menjünk akkor végig a hangszereken. Kezdjük a hegedűvel. A zeneiskolánk nagyon okosan és véleményem szerint nagyon tervszerűen fejleszti magát. Ennek persze egyik oka, hogy kibővült épületben vagyunk, és a lehetőségeink is egy picit kibővültek, hogy olyan hangszerek is bekerültek a klasszikus hangszer oktatásunk mellé, amelyiket az egyik a jazz, ami hozzánk került, és ez nagyon sok fiatalt vonz, és nagyon sok fiatal van olyan, aki klasszikus hangszeren indult, és átvált a jazzre az iskolán belül, és ezt nagy örömmel veszük, tehát nem hagyja abba egy középiskolás, hanem azt mondja, hogy most akkor ő megpróbálkozik azzal is. Tehát ez egy óriási lehetőség szerintem. És a másik dolog, hogy bekerült a népi hangszereknek a családjából is pár, mint a cimbalom, az már bent volt, de hozzá került a népi hegedű, a népi bögő. Tehát ez is a vonos hangszer. És most a népi ének is hozzá került. Tehát ebbe az irányban is elmozdult a zeneiskola. És ezen kívül minden klasszikus hangszer, azért a hárfa egyedül, ami nem létezik még nálunk, de úgy tudom, hogy távlati terben ez is benne van, de tulajdonképpen minden hangszert oktatunk, igen. Kezdjük a vonósokkal. Igen. Akkor. A vonósokra. Tehát akkor van, hány hegedű tanár van? Van 6 hegedű tanár, igen. Igen, tehát és a hegedűt, hogyan osztjátok föl egymás között, vagy hogyan osszák föl egymás között a tanárok? Tehát van, aki a kezdőkkel foglalkozik, vagy egy gyereket végig visz egy hegedű tanár, 1-től 8-ig? Így van,
Igen, ez az utóbbi, igen, igen. Tehát úgy történik, hogy tulajdonképpen, amikor az anyuka megjelenik, vagy apuka a gyerekét szeretne, akkor az a zeneiskola befejezéséig, vagy ha még középiskolás, akkor tovább is. Tehát ez nálunk mindenki végig tud vinni gyereket, igen. Akkor ugyanebben a felállásban cello, van a cselló is ezek ott szerint, is van igen. Négy cselló tanár. Nagybőgő. Van két cselló, vagy nagybőgő tanár, igen, igen. És melyik hangszert mikortól érdemes választani? Tehát a hegedűről beszéltünk, a csellót is egész kiskorban? Igen, a csellót is egész kiskorban választják, igen. És akkor a csellósokból átalakulnak nagybőgősi, azért ez egy gyakoribb útvonal, mint a hegedűsökből átalakulnak, de arra is volt példa, igen. És hát természetesen a nagybőgősök később kezdenek, de hát van már kis nagybőgő is, tehát kisméretű, és azt is tanítják nálunk. Ha már itt a hangszer méretéről beszélgetünk, akkor egy picit a hangszerekről is beszéljünk, hiszen egy szülő számára gondot jelenthet nagyon sokszor a hangszer megvétele. Itt most mindegy, hogy fúvós vagy vonós, hogyan kell elképzelni, milyen áldozatokat kell hozni a szülőnek, illetve mikor kell megvenni a hangszert, érdemes-e megvenni, vagy tud-e ebben segíteni a zeneiskola? A fúvós hangszereknél elég nagy a szórás, tehát azt gondolom, hogy ugye most a fafúvósokról beszélek először, egy fúvola, egy klarinét, az egy tanulóhangszer egészen elérhető árban van, tehát azt gondolom, hogy 100 000 forint környékén ez megáll ez a dolog, de ugyanakkor például egy oboa, vagy egy fagott, az már több 100 000 forint, tehát árban óriási a különbség. Tehát azt gondolom, hogy ez hogy mikor érdemes, tehát egyrészt a zeneiskola ad kölcsön hangszert. Tehát nyilvánvalóan a szülő nem úgy jön be, hogy rögtön neki meg kell venni a hangszert, hanem ő kölcsönözhet hangszert a zeneiskolától. És én mindig azt szoktam mondani a szülőknek, hogy amikor már úgy 2-3 éve tanul, és látszik, hogy hosszú távú program lesz, akár amatőr, akár professzionális pálya felemegy, de mégis legyen egy saját hangszere, mert én azt tartom az igazinak. Tehát azt gondolom, hogy ilyenkor szoktam a szülőknek ajánlani, de nyilvánvaló azért arra is oda kell figyelni, hogy milyen egzisztenciájú családok jönnek be. De ugyanakkor, amit szinte majdnem, hogy kötelezővé teszek, aki már 7-8 éve tanul egy hangszert maga, az már vegyen. Mert az már olyan kötődés lesz a gyerek és a hangszer között, hogy az már egy életre szóló dolog, hogy lesz egy saját hangszere. Nyilvánvalóan nem egy professzionális, több 100 000 forintos, de mint az előbb mondtam, hogy már nagyon jó minőségű hangszereket lehet kapni 100-200 000 forint között. És általában a szülők ezt meg is szokták tenni. Tehát hát aki már ennyi ideig tanul, igen, az előbb-utóbb elkezd gondolkodni, hogy a gyereknek hangszere gyűjtünk, ugye, hogy legyen, mert az valószínűleg nem fogja nyolcadikba abba hagyni a hangszeres tanulást, hanem valamilyen utóbb módon vagy elmegy jazz tanszakra, vagy elmegy egy zenekarba játszani, vagy egy kis együttest alakítanak, tehát azt gondolom, hogy az már megmarad a hangszer mellett. És itt talán nagy bocsánat, hogy közbevágok, hogy itt a hangszerekre, hogy ugye a hegedűnél azért sem vesznek talán meg saját hangszert, mert ugye mi már felnőtt hangszereken játszunk. Tehát a legkisebb gyerek is rögtön felnőtt klarinétot kap. Míg a hegedűnél azért van egy átmenet, tehát ott van negyedes, nyolcados. Igen, a negyedes az ekkora picit. Tehát nyilvánvaló, hogy ott talán ez. De a tendencia nálunk is hasonló, hogy amikor már közeledünk az egész méretű hangszer felé, akkor a szülőket már előtte segítjük, mert nagyon nagy a kínálat, a piac nagyon gazdag, a legszélesebb skálába kínálják a hegedűket, és azért segítünk a szülőknek a hangszervásárlásban, hogy mire a gyerek felnő az egész hegedűjéhez, addigra saját hangszere legyen, de a többit az iskola, az természetesen. Egyébként hány forintot költ a zeneiskola hangszervásárlásra? Erre honnan van pénz? Hogy erre van központi költségvetés hangszervásárlása, illetve az hangszerállományt is hát javítani kell, felújítani. Gyerekek nem mindig vigyáznak arra a hangszerre, hát azért azok sérülékeny játékszerek. Hát igen, én azt gondolom, hogy ez mindig a szaktanárnak a feladata, a hangszerre a ápolást is megtanítani a növendékeknek, hogy a hangszer egy érték, és vigyázni kell rá, tehát, de hát nyilvánvaló a gyerek az gyerek, tehát törzúz azért, ha arról van szó.
Úgyhogy én úgy tudom, hogy most azért sokkal jobb korlátozottabb a lehetőség, tehát hangszervásárlásra. Talán most az önkormányzat, itt a 6. kerületi önkormányzat most a hangszer javításba besegít, ha jól tudom, de igazából a Margit tudna az igazgatónőnk erről pontos információt mondani, de azért sokkal nehezebb, mint évekkel ezelőtt. Úgyhogy nagyon át kell gondolni, és nagyon, nagyon figyelni kell a hangszerparkunkra. De hát szerencsére az önkormányzat is azért csak besegít, hogy egy-két hangszert fel tudunk újítani. Egyébként nem beszéltünk a zongoráról, ami egy klasszikus hangszer. A másik, ugye, bocsánat, még visszatérve a hegedűre, meg hát a gyereknek is kell tudni azt, hogy aztán azt a hangszert azért nem szabad hamar megvenni, mert lehet, hogy 3 év után azt mondja, hogy nekem mégsem. Nem jött be ez, és akkor ott állnak a szülők. Egyébként ezért van ilyen nagy a piac, vagy kínálat? Azért, mert hogy a gyerekek... Hát esetleg azt gondolják, hogy mégsem, és akkor ne álljon ott fölöslegesen a hangszerben. Nem azért, hanem ez kibővült most, tehát egyre többen foglalkoznak kereskedéssel, és ennek következtében, hogy nagy a kínálat, így az árak is lejjebb mentek. Tehát azt veszem észre, hogy azért nem olyan nagy összeg, hogy a Pisti mondta, hogy vannak jó, de nem a legjobb hangszerek, megvehető a szülők részénél, ugyanígy van a hegedűből is. Igen. Egy picit a beiratkozásról beszélgessünk. Hol lehet, tehát azt tudjuk, hogy a zeneiskola nyitott, hogy rengeteg helyen látjuk fellépni a gyerekeket, hogy ott vannak az Ötvös Tízben, ott vannak a Hunyadi téren, rengeteg lehetőség van, hogy megmutassák magukat, és nagyon, de az, hogy hogyan kell beiratkozni, hova kell menni, hogyha az egyik gyerek ebbe az iskolába jár, akkor a zeneiskolába kell menni, vagy kihelyezve az iskolákon belül folyik az oktatás, erről szeretném, hogyha tájékoztatnák a kedves szülőket. A beiratkozást megelőzi egy hangszer simogató, amikor az iskola kinyitja a kapuját. És ez mikor lesz most? Ez úgy tudom, hogy április hónapban, mert májusban van. Április vége fele. Igen, maga. Igen, mert ezt követi majd maga a beiratkozásnak a ténye, és a hangszer simogatóban minden hangszert a gyerekeknek felkínálunk, szaktanárok ott vannak, és engedik hozzányúlni, ez egy nagyon fontos része. Igen, tehát a gyerek az manuálisan is akarja, nem csak akusztikusan akarja megismerni a hangszert, hanem meg akarja fogni, és természetesen a próba, hogy belefújjon, vagy meghúzzon valamit, igen, ez számára nagyon fontos. És ezt már évek óta csinálják, és ennek óriási a népszerűség, és azt hiszem, hogy ebben belesegítenek az óvodák is, a kerületi óvodák, és természetesen nagyon jó a kapcsolata a zeniskolának az összes kerületben működő általános iskolával, és ott is a tanítónénik szervezik ezt. És ezután a hangszer simogató után bizonyos napokon, meghatározott időben a zeniskola eléggé feltörően hirdeti, meg az iskolában lévő újság által is, meg szórólapok által is, hogy mikor van a beiratkozás, és nagyon sok szülő jön úgy, hogy a simogatóban a kisgyereknek ez a hangszer tetszett, és kérni a szaktanár véleményét, hogy hát mit szólunk hozzá, vagy mi a feltétele annak, hogy a gyereke is ezt akkor választhassa. És ez május elején szokott lenni ez a beiratkozás. Természetesen a központi épület nyílik ki erre az alkalomra, hogy a szülőket a gyerekekkel együtt fogadja. Egyébként felvételi van-e? Tehát az a tipikus felvételi, igen, amikor megnézik a gyereket, ennek a, tehát most megint a sportot hozom, tudjuk azt, hogy ebből úszó lesz, igen, ebből meg kalapácsvető, mikor ránézünk a gyerekre. Hát, véleményem szerint ez egy nagyon, nagyon sarkalatos kérdés az, igen, én tapasztalatom szerint, mert attól, hogy egy óvodás gyerek nem tud jól énekelni, amikor jön a felvételére, és a szülő szorongva áll mellette, és a gyerek annyira nem, de a szülő igen, hogy az én gyerekem nem tud énekelni, ezek után lehet a zeneiskolás, ugye ez egy nagyon sorsdöntő kérdés, és természetesen nekünk az a dolgunk, hogy attól, hogy a gyerek még nem tud 6 éves korában tisztán énekelni, az nem azt jelenti, hogy ő nem fog tudni tisztán énekelni. Mert lehet, hogy olyan óvodás csoportba járt, amelyikben nagyon sok morgos gyerek vette körül, vagy netán az óvonéninek kicsit élcesebb volt a hangja, vagy mélyebb volt a hangja annál, mint amit az a gyerek tud. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy helyes út, hogy akkor azt mondjuk, hogy őt nem vesszük fel. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk a fejlesztés, és erre van ez a bizonyos előképző osztály, amiben először a gyerekeket csoportosan összeillesztjük, és ott a szakemberek, szolfés tanárok azok, akik hát pontosan megnézik, hogy a gyereknek mi az oka, és hát azért nagyon sokszor kiderül, hogy itt nyugodtan
lehet énekelni, csak olyan környezetben kell. Én azt gondolom, hogy itt a felvétel, szóval millióféle változata van a felvételiknek, tehát persze csinálunk egy felvételit, tapsikolnak, énekelnek, de azt gondolom, hogy van olyan kisgyerek, aki kifejezetten tanárhoz jön. Tehát most már ez is elég nagy divat, hogy már így alapfokon is már úgy kinézik maguknak a tanárt a szülők meg a gyerekek. Akkor van olyan, aki azért jön meg, mert az apukája szeretett volna annak idején klarnétozni. Én nem akarok, én egyébként gitározni akarok, de a szülő tuszkolja be, mert hogy ő nem klarnétozhatott, ilyen is van. Én azt gondolom, hogy itt számomra mindig a felvétel a legfontosabb, az a gyerek szemében az a csillogás, amikor lehet, hogy nem annyira ügyes vagy valami, de amikor látom, hogy ő azt akarja. Az hosszú távon mindig bejön, és azt gondolom, hogy ennek az egész alapfokú oktatásnak nyilvánvaló a profi képzés persze az fontos, de mondjuk most 800 fős a zeneiskola. Évente körülbelül 5-6 gyerek megy zenei pályára. Az összes többi az mind amatőr és gyakorlatilag a zenélés öröméért van ott. Tehát azt gondolom, hogy ez egy hosszú távú program. Én nekem olyan növendékeim vannak, akik orvosi egyetemre járnak, már 12 éve tapossuk egymást a gyerekkel. És tehát én azt gondolom, itt ez a lényeg, és ez ott van a felvételin, a szem úgy csillog, akkor ő, még ha nem is annyira ügyes, de nekünk az a dolgunk, hogy mindig van, akit eljutatok egy szintre 3 év alatt, van, akit meg 8 év alatt jutatok ugyanarra a szintre. Tehát itt a lényeg ez. Természetesen azon túl nagyon fontos, hogy a jó szemű és kiváló kollégák azok észrevegyék a talentumot, és azt mondják, hogy igen, akkor ő akkor arra. És az... Mint ahogy erre is volt már számtalan. Igen, de azt gondolom, hogy a legfontosabb a zene szeretete, és még itt visszakanyarodva egy kicsit, hogy mit ad a gyerekeknek a zeneiskola, mikor beszélgettünk egy pár perce, hogy a önkontroll, odafigyelés. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy nagyon sok kamara formáció működik a zeneiskolában. Zenekar, fúvós együttes, klarnét, szaxofon, fúvózenekar. Én azt figyeltem, hogy a gyerekeket nagyon megtanítja a toleranciára. Tehát azok a gyerekek, akik közösen muzsikálnak, már pedig ugye általában szegény zongoristák ilyen szempontból kicsit bajban vannak, de minden más hangszernek a lényeg az együtt muzsikálás. És ez megtanítja őket egymásra figyelni, a jobb képességű, türelmes a kevésbé jó képességűvel, a kicsit húzza a nagy, mert ugye látni, szóval azt gondolom, hogy ez a másik nagyon fontos, az együttzenélés, tehát én ezt nagyon fontosnak tartom alapfokon, akár még egy duó, vagy bármilyen formáció, de azt hiszem ebben egyetértünk, hogy ez. Remélem, hogy a szülők is egyetértenek velük, és elviszik a gyerekeket zeneiskolába, engedik, hogy zenét tanuljanak, ambicionálják őket, egy biztos a gyerekeknek gazdagabb lesz az élete tőle. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük.